Jó napot kívánok! Tiszteltel köszönöm a képviselőtestület ülése megjelenteket, valamint a Káber Televízió nézőit. Megállapítom, hogy a hétfő települési képviselőből 5 fő jelen van a tárgyalóteremben, az ülés határozat képes, azt megnyitom. Javaslom, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg a képviselőtestület azzal, hogy első napirendi pontként döntsön a közmeghallgatás időpontjáról és napirendjéről, majd az átülés megelőzően vegyes ügyek keretében az önkormányzati tulajdonban lévő épület hasznosítását tárgyalja meg a testület. Egyéb iránt, hogyha az első napi rendi pontként bejött a közmeghallgatás időpontja, akkor a sorrend változatlan marad, csak egyel tolódik a napi rendi pontoknak a sorszáma. Van-e valakinek egyéb napi rendi pont javaslata? Amennyiben nincsen, kérem, fogadjuk el a napi rendet. Paci? Köszönöm. Megállapítani képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek a SMS előírásai szerint a tagok közül választani kell. Volt nekik egy Gyöngyit javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Gyöngyi elfogadta. Megkérdezem a testületet, egyetértünk-e velem? Köszönöm. Megállapítani a képviselőtestület egyhangulag ellenszavazat nélkül jegyzőkönyv hitelesítőnek volt nekik egy Gyöngyit megválasztotta. A napirendi pontok tárgyalása következik. Első napirendi pontunk közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása. Tisztelt képviselőtestület! Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 34. paragrafus első bekezdése szerint a képviselőtestület évente egyszer a képviselőtestület által meghatározott időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. Javaslom a képviselőtestületnek, hogy a közmeghallgatás időpontját 2013. december 4-én 16 óra 30 percre tűzze ki a Herendi Művelődési Ház és Könyvtár nagy termében. Javaslom, hogy az ülés napirendje a következő legyen. A első napirendi pontunk a Nemzeti Infrastruktúra ZRT 8-as számú főút fejlesztésének megkezdésével kapcsolatos tájékoztatása. Második, Herenvás önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója, harmadik tájékoztató a lakossági környezet állapotáról, és negyedik napi rendi pont pedig közérdekű javaslatok, bejelentések. Az időpont megválasztásánál meghatározó volt a javaslatomban az, hogy a NIF sürgősséggel szeretné tájékoztatni a lakosságot a 8-as főút fejlesztésének megkezdéséről, és a jövő hét folyamán a tájékoztatást tud tartani, illetve kérdésnek tartani. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben elfogadható a közmeghallgatás időpontja és a napi rendje, úgy kérem, készfenntartásra jelezzük. Köszönöm. Megállapítom képviselőtestet 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a határozatot elfogadta. A második napirendi pontunk a Veszprémi Kistérség több célú társulása, társulási megállapodásának módosítása. Tisztelt képviselőtestület, ezen napirendi pontot alapvetően két okból kell tárgyalnunk. Az első az, hogy Papkászi Község önkormányzata bejelentette szándékát, hogy 2011. január 1-jével kiválik a Veszprémi Kistérség több célú társulásból. Társulásban jelenleg még résztvevő települési önkormányzat döntése miatt szükséges a társulási megállapodás módosítása. Ezen kívül Barna Község önkormányzata és Pura Község önkormányzata kezdeményezte, hogy a társulás költségvetési szerv által biztosított közszolgáltatások közül a szociális étkeztetést a településen lakók igénybe vehessék. Így a módosítás érinti a határozatképességre döntéshozatalra vonatkozó rendelkezéseket, közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezést. A társultak fenntartásában működő költségvetési szerv által biztosított közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezést, személyes gondoskodás nyújtó ellátásukkal kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotásával összefüggő rendelkezést, minősített többséget igénylő döntésekkel kapcsolatos rendelkezést, és ennek megjelent társulási megállapodás 1-es és 2-es számú mellékletét. Tehát gyakorlatilag erről van szó ezen napi rendi pont keretében. Megkérdezem a tisztelt képviselőtestet, van-e valakinek kérdése napi renddel kapcsolatban? Úgy látom, nincsen. Akkor kérem a tisztelt képviselőtestet, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Aki elfogadja, készfenntartásra jelezte. Köszönöm.
Megállapítom, hogy a képviselőtestület hat igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a határozatot elfogadta. Következő napi rendi pontunk, közbeszerzési eljárás lefolytatásához előzetes kötelezettségvállalás, központi ügyeleti betegellátás, Veszprém Kórház utca 1 szám alatti szolgáltatására. Tisztelt képviselőtestület! Veszprém megye jogú város önkormányzata által fenntartott központi orvosi ügyelet tervek szerint beköltözik a Veszprémi Kórház sürgősségi osztálya melletti telephelyre, és ott mentőszolgálata közös diszpécser irányítással működik majd. A központi orvosi ügyeleti ellátást Veszprém megye jogú város önkormányzata közbeszerzési eljárás lefolytatását követően külső szolgáltatóval kívánja ellátni. Közbeszerzési eljárás kiírásának előfeltétele az ügyeleti ellátásban érintett önkormányzatok előzetes kötelezettségvállalása, amelyben kinyilvánítják, hogy a központi ügyeleti ellátást Veszprém megye jogú város önkormányzatok közreműködésével kívánják a jövőben is biztosítani. A tájékoztatásról annyit szeretnék ehhez a napirendi ponthoz elmondani, hogy amennyiben nem valakivel együtt látjuk el a központi ügyeleti ellátást, akkor magunknak kellene gondoskodni, tehát mindenképpen az ügyeleti ellátás fenntartásában ilyen társult formában indokolt bent lenni. A másik pedig az, hogy ezzel a költözködéssel együtt a társulási tanácsom kapott információk szerint Ellenváros önkormányzatának, illetve akik az ügyeleti ellátásban részt vesznek, a kiadási terhei csökkennek. A Helen vonatkozásában jelen információk szerint megközelítően 1 millió forinttal, 2 millió 600 helyett 1 millió 500 ezer forint lenne. Ez azt is jelenti, és akkor kötelességem azt is elmondani, hogy az ellátásnak a személyi feltételei változnak, a kettő felnőtt ügyeleti ellátás helyett egy felnőtt ügyeleti ellátás lesz, a gyermekügyeleti ellátás ugyanúgy megy. A diszpécser szolgálatról pedig már a múlt alkalommal beszéltünk. Mindegyik a kórházban lesz. Igen. Tehát igazából... amit ugye megkapott a rekonstrukcióhoz. És ugye mivel a házorosok nem hajlandók beköltözni a központi ügyeletből a kórházba, igen, ezért a házoros ügyeleti szolgáltatóban meg fog szűnni, és a kórház sürgősségi osztályán fog kialakításra kerülni. Pályázat érdekében egy sürgősségi ellátás, mert én nem ugyanaz lesz, illetve hát egy házorosi ellátás és házoros ügyeleti szolgálat, ami nem ott lesz, és nem az lesz, és nem azokkal az orvosokkal, hogy eddig volt. Igen, hát eleve az, hogy szolgáltatóval kívánja megoldani, pályáztatva lesz majd a szolgáltató, és a szolgáltató által alkalmazott a személyekkel fogja majd a orvosi ügyeletet tehát ellátni. Egy orvos lesz, azaz kiszállás, mint ilyen nem lesz. Tehát orvos kihívni nem lesz, mert nyilván aki bent lesz, az nem fog kijönni, mivel egy személy lesz, tehát a benti orvos nem jön ki. Tehát az, igen, ez egy más minőségű ellátás, illetve más lesz, tehát a mentő jön ki, ha muszáj valaki érni, mert a mentőszolgált lesz a, ennek a szervezője. Köszönöm, hogy ezeket a kiegészítők. Gyakorlatilag a házi emberek állítják fel a diagnózist. Majd később még mondok róla néhány szót. De nekünk kell a diagnózist felállítani, akkor igen, de eldönti a telefonon eldöntő. De önmagában a döntésünket nem tudja megváltoztatni, mert mi nem tudjuk ellátni, tehát megállapodást meg kell kötni, de ezeket az információkat szükséges volt elmondani, gondolom. Igen, többek között. Igen. Jó, amennyiben nincsen több kérdés, akkor az előterjesztés szerinti a tartalommal, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem készen tartásra jelezze. Köszönöm. Igen. Egész fontos. Köszönöm. Megállapítani képviselőtestet, hat igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a határozatot elfogadta. A következő napi rendi pontunk védőnői szolgált feladat átadási megállapodásának módosítása. Tisztelt képviselőtestet, Szent Gál község önkormányzata kezdeményezte a védőnői és iskola egészségügyi feladatok ellátására 2013. július 1-i hatállyal létrejött feladat átadási megállapodás módosítását.
A védőnői szolgálat 2011. évi finanszírozása a 2013. szeptember 30-i létszámoknak megfelelően történik. Védőnőktől kapott adatok szerint a jelenlegi körzetbeosztás alapján a következő évi finanszírozásban a kettes körzetben nem lenne minden pontszám lefinanszírozva, mivel az meghaladja a védőnő által állátottak után maximálisan finanszírozható pontszámot. Annak érdekében, hogy ne legyen pontveszteség, célszerű a védőnői szolgálat körzetbeosztását módosítani. Ez az egyes Szentgelvár terület és kettes körzet vegyes plusz iskolaegészségügy érinti, a hármas körzet Heren belterület változatlan maradna. A körzetbeosztás módosítás esetén változtatni kell a feladatátadási megállapodás egyes számú mellékletét, mely tartalmazza a körzetbeosztásokat, az egyes számú függeléket, mely tartalmazza a következő évi finanszírozást, a védőnői szolgálat működési engedélyét. Feladat átállási megállapodás mindkét képviselőtestületnek jóvá kell hagynia, a működési engedély módosítási iránti kérelemhez mellékelni kell a határozatok jegyzőkönyvi kivonatait. Körzetmódosítás utáni finanszírozás éves szinten előnyösebb az önkormányzatoknak, mivel a három körzet összes pontszáma finanszírozottá válna az OEP által. A jelenlegi körzetek mellett 88 ezer forint bevételkiesés jelentene éves szinten, ha le nem finanszírozott pont. Magyarul ennyit nyerünk akkor meg ezzel a módosítással. Körzetbeosztás módosításának másik indoka az, hogy 2013. július 1-ig visszamenőleges béremelésben részesültek a védőnök, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény vagy bérnevelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak alapján. A védőnői béremelés egy része függ az ellátottak utájáró pontszámoktól, illetve attól is, hogy ki milyen körzetet lát el. Így a három védőnő nem egyforma béremelésben részesült. A körzetbeosztás módosításával igazságosabbá tehető a védőnőknek járó béremelés. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy az előterjesztés alapján a feladatátadási megállapodás egyes számú mellékletének módosítását az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával jóváhagyni szíveskedjen. Van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincsen, hogy kérem tisztelt testület, az előterjesztés szerinti határozatot szíveskedjen elfogadni. Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a határozatot elfogadta. Következő napirendi pontunk a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Tisztelt képviselőtestület, Helenváros önkormányzata helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM rendelet értelmében 28 erdei köbméter kemény lombos tűzifa vásárlásához kapott 426.720 forint támogatást. A BM rendelet szerint az önkormányzat 12.000 forint per erdei köbméter plusz áfa támogatásban részesült, melyhez 2.000 forint erdei köbméter plusz áfa önrészt biztosított, erről határozatot hoztunk már. Természetbeni formában nyújtandó szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági és igénylésének részletes feltételeit rendeletben kell szabályozni. A megítélt támogatást 2014. február 15 napjáig használhatja fel az önkormányzat, a támogatás felhasználásáról 2011. március 31-ig köteles elszámolni a Magyar Államkincstár felé. Javaslom a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló új rendelet megalkotását. Rendeletben az egyfőre jutó havi jövedelem megállapítása az előző évek tapasztalata alapján az egy háztartásban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a, az egy személyes háztartás esetében 200%-a mértékben került meghatározásra. Az előnyben részesítő feltételként a fenti BM rendeletben meghatározott szempontokat, azaz, aki aktív kórok ellátására, időskorok járadékára, lakásfenntartási támogatásra jogosult, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szól 1997 évi 31. törvényben szabályozott halmozott a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő család, továbbá egyéb szociális körülményeket, mint kiskorú gyermeket nevelő és egyedül élő időskorokat sorakoztottuk fel. Az igényeket a
téli fűtésszezonra tekintettel 2013. december 12-e napjáig lehet benyújtani. Ezután is tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet, hogy a tűzifát a Kaphegyi erdészettől a mai nap leszállítottuk, a gondnokság telephelyén van, tehát a rendelet megalkotásával és a Szociális Bizottságnak a döntése alapján a ellátottak, illetve az ellátásra szorulóak megfelelő időben hozzájutnak a tűzifához. A Pénzügyi Település Fejlesztési Bizottság annak idején, amikor már tárgyaltunk erről a témáról, a támogatásáról biztosított, tehát elfogadásra javasolt a testületnek, hogy egészítse ki az önkormányzat, és a saját maga vállalja, rendelet szerint nem is tudtunk más csinálni a tűzifa szállításnak a költségeit. Tehát ezért nem tartottunk most pénzügyi bizottság ülés, mert ez most technikai részlet ilyen szempontból. Viszont a rendeletet meg kell alkotni, aki az előterjesztett rendelettel, rendelettervezettel egyetért, kérem kézfenntartásra jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal a rendeletet megalkotta. Következő napi rendi pontunk javaslat 2013. évi igazgatási szünet elrendelésére. Megkérem jelző urat, szíveskedjen a napi rendet ismertetni. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény lehetőséget biztosít a képviselőtestület részére, hogy igazgatási szünet elrendeléséről döntsön. Az igazgatási szünetnek a célja az, hogy a köztisztviselőknek a szabadsága kiadásra kerüljön. A kormány a 2013 évi igazgatási szünet időtartamára a 2013. december 23 napjától 2014. január 5. napjáig terjedő időszakot jelölte ki. Ez a kijelölés igazából az államigazgatási, vagyis állami közigazgatási szervekre jelent kötelezettséget. A képviselőtestületnek inkább ilyen ajánlás jellegű. Herend esetében a helyi sajátosságokat megvizsgálva azt javasoljuk, hogy a képviselőtestület 3 munkanapra vonatkoztatva döntsön az igazgatási szünetről, ez pedig a 2013. december 23-a, 30-a és 31. napja. Ebben az időszakban biztosítanánk az ügyeletet, azzal, hogyha szükség van halaszthatatlan ügyeknek az intézésére, akkor azt biztosítani fogjuk. Tehát kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni. Tessék, Marika. Hogy szavazni? Szavaznál? Igen. Jó. Akkor aki a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem készfenntartásra jelezze. Köszönöm. Megállapítom képviselőtestület. Hogy lesz egy ügyeleti telefonszám, és akkor abban az esetben, hogyha valamilyen intézkedést kell tenni, akkor rendezni fogjuk. Tehát valódi anyagkönyvben. Mit? Jöjj akkor ilyen ajkára. Jó, értem. Szoktam. Tehát telefonálom. De én most érzett végül is elkezdtek. Tehát végül telefonos ügyelet lesz, és hogyha valami Gyuri haza sem megy ajkára. Ez így szokott lenni. Egyébként. Tehát akkor jól értem. Tehát végül is minden képviselőnek naponta legalább egyszer kell, hogy telefonáljon. Jó, köszönöm. Napirenden túl vagyunk. Következő napirendi pontunk a település fejlesztése és település rendezése összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai. Megkérem jelzőről, szíveskedjen ismertetni a napirendet. Tisztelt képviselőtestület, az országgyűlés módosította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi 78. törvényt. A módosításig meghatározta konkrétan a törvény azt, hogy milyen eljárásrendet kell követni, hogyha egy helyi önkormányzat módosítani akarja a település rendezési eszközeit. Itt a módosítást követően pedig keretjelleggel bizonyos szabályoknak a megállapítását rábízta a helyi önkormányzatokra. Itt új fogalomként vezették be ezt a partnerségi egyeztetésnek a fogalmát,
amelynek ugye a szabályairól a helyi adottságok figyelembevételével a képviselőtestületnek kell döntenie. Ez a partnerségi együttműködés a nyilvánosság biztosítását szolgálja a lakosságnak, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteknek, egyházaknak bevonását a tervkészítés, egyeztetés folyamatába. Itt ugye maga két szinten egy kormányrendelet is meghatározza azt, hogy eznek a szabályozásnak mit kell tartalmaznia. Én végül csak azt emelem ki, amit ebben a szabályozatban egy-két ponton szerepel, tehát táblázat szerint megjelenik, hogy milyen eljárásrendet kell követni egyik vagy a másik tervfajtánál. És akkor szerepel benne, hogyha van egy ilyen rendezési tervmódosítási anyag, akkor tájékoztatók megjelenésének időpontjáról hirdetményt kell megjelentetni a település honlapján, az önkormányzat hirdető tábláján. Rögzíteni kell, hogy hány napon belül lehet erre végül is észrevételeket, javaslatokat, véleményeket tenni. Utána pedig rögzítve van, hogy hogy dolgozza fel ezt a pénzügyi településfejlesztési ügyrendi bizottság, meg hogy jut el a képviselőtestületig. Tehát minden egyes javaslatról itt dönteni kell, és dokumentálni kell, hogy mi történt ezekkel a javaslatokkal és véleményekkel. Tehát valamilyen szinten nőtt az önkormányzatnak az önállósága, utána viszont, amikor a rendeletalkotásra sor kerül, akkor összehasonlítja majd a felügyeleti szerv, hogy úgy történt ez az egyeztetés, ahogy itt szerepel. Itt külön érdekes az, hogy az egyházat is külön nevesíti a jogszabály, hogy bevonni a tervkészítésbe, meg az egyeztetési folyamatba. Tehát egy komplexebb megközelítést jelent. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a határozati javaslattal szíveskedjék elfogadni ezt a szabályozást. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a jelzőről előkészített vagy elkészített egyeztetési szabályok egységes szerkezetben foglalják végül is azt, és jó rendszerben összefoglalják azt, hogy hogyan kell csinálni. Minden érintett belegyen vonva ebbe az egyeztetésbe, ezt biztosítja azt, hogy talán nem fordul elő olyan, amennyiben később ilyen egyeztetésre vagy a módosításra van szükség, hogy valaki kimaradjon belőle, valaki valamilyen módon ne tudjon tájékozni. Tehát egy jó anyag önmagában ezt a szabályozást megcsinálni ennyiből tényleg észszerű volt. És a jegyző, ahogy mondtam, én is javaslom elfogadásra. Van-e valakinek kérdése? Mennyi nincsen, kérem szavazunk az erőteljesztés szerinti határozatról. Köszönöm. Megállapítani a képviselőtestet 6 igen szavazattal, 3 szavazat nélkül a határozatot elfogadta. Következő napi rendi pontunk a szolgálati jog biztosításra irányuló kérelem. Szintén jegyző urat kérem meg, hogy nagyon röviden ismertessen, miről van szó. Tisztelt képviselőtestület! A Johansz Kft. Jogi képviselője útján telki szolgálmi jog biztosítása iránti kérelemmel fordult Herend önkormányzatához. A kérelem lényege: a Johansz Kft. Tulajdonát képező Hárskuti és Márkói külterületi ingatlanok elektromos energiaellátása a Herendváros önkormányzata tulajdonát képező 0178/8 helyrajzi számú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan felett áthaladó villamos vezetéken történik évtizedek óta. A Johansz Kft. Az elektromos áram vezetésére vonatkozó szolgalmi jogát szeretné az ingatlan nyilvántartásba elbirtoklás jogcímén beegyeztetni. A szolgalmi jog elbirtoklását megállapító szerződéstervezetet előkészítették. A kérelem vizsgálata során a következő állapítható meg: a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint a helyi közutak a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak. A hivatkozott törvény rögzíti, hogy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezzel okból alapított szolgalom, továbbá helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével nem terhelhető meg.
a hivatkozott törvényi rendelkezés szerint az ingatlanra szolgálmi jog csak a közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek számára vagy javára alapítható, és a Johansz Kft. Nem minősül külön jogszabályban feljogosított szervnek, ezért a forgalomképtelen önkormányzat tulajdonú ingatlan, önkormányzati tulajdonú ingatlan szolgalmi joggal nem terhelhető meg, és a szolgalmi jog elbirtoklását megállapító szerződés jogszerűen nem írható alá. Javasolom a tisztelt képviselőtestületnek megoldásként, hogy a szolgalmi jog létesítése helyett tegyen egy nyilatkozatot, miszerint előzetes hozzájárulását adja a Johansz Kft.-nek ahhoz, hogy a vezetékek karbantartása, javítása, cseréje céljából az indokolt és szükséges mértékben az önkormányzat tulajdonát képező ingatlant használhassa. Köszönöm, Jancsina. Tessék. Szavaztam benne. Jó, egyébként nem írható alá a jogszerűen, tehát nem is tudunk más csinálni, és a jelző úr megtalálta azt a lehetőséget, hogy tulajdonképpen a probléma anélkül is orvosolható, kezelhető, hogy ez a szolgálmi jogbejegyzés megtörténne, ami egyébként meg szabályozva lenne. Igen. 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 Köszönöm szépen, akkor szavazunk az előterjesztés szerinti határozatról. Köszönöm. Megállapítani a képviselőtestet 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a határozatot elfogadtak. Következő napirendi pontunk tájékoztató a lakossági környezet állapotáról. 2013 első fél évről van szó. Tisztelt helyrendi polgárok, képviselőtestület, környezetvédelmének általános szabályairól szóló törvény előírja, hogy a települési önkormányzat környezetvédelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint be évente legalább egyszer tájékoztatja a lakosságot. Tájékoztató 2013 első fél évére vonatkozik. A természeti és az épített örökség a környezeti értékek megőrzése és védelme minőségének javítása alapfeltétel az emberi életminőség szempontjából. A lakossági környezet főbb tényezői a 8 pontban lehet csoportosítani az előterjesztés szerint. Települési környezet tisztasága, hulladékkezelés, ivóvízellátás, szennyvízkezelés, csapadékvízelvezetés, zöld területgazdálkodás, helyi közlekedés szervezés és energiagazdálkodás. A témakörben maga az előterjesztés és az ANTS beszámolója teljes terjedelemmel megtekinthető az önkormányzat a honlapján. Csak érintőlegesen mennék végig éppen ezért a pontokon. A települési környezet tisztasága, a nagy gondot fordítunk rá, de amit évente megismétlünk, azt nem kívánom most ismét elmondani. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a központilag is szervezett és a helyi lakosság által a néha nagyobb aktivitással, néha kisebb aktivitással létrejött személygyűjtési akciókon megtisztítjuk a saját környezetünket. Sajnos vannak olyan vagy helendi, vagy nem helendi lakosok, akik viszont nem tesznek eleget az állampolgári kötelezettségnek, illetve az ellentétesen cselekszenek, és a környezet szennyezés az elmúlt éveknél egy kismértékben jelentősebb lett, a szemetet össze kell szedni. Ezt ilyen szervezett akciók kivételével az önkormányzatnak biztosítani kell. Amit ki kell még emelni, illetve meg kell említeni, a fák, az önkormányzat, a közterületein álló fák a részben előlegettek, a felülvizsgálatukat folyamatosan meg kell tenni, és a sajnos néha olyan fát is, ami látszólag egészséges és zöld, de meg kell csonkolni, le kell vágni, ne adj Isten ki kell vágni, mert veszélyes, és a mindannyiunk érdekében azt hiszem, hogy sokkal fontosabb az emberi élet, a biztonság, a fákat pedig újra kell telepíteni. A hulladékkezelésről azt hiszem megint túl sok mindent nem tudok újat mondani. Közvetlenül szolgáltató ZRT végzi változatlanul. Inkább szeretném kérni a lakosságot, hogy lehetőség szerint éljen a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével, viszont csak azokat vigyel szelektív hulladékgyűjtőhöz, amit oda
lehet tenni, és tegye bele a szelektív hulladékgyűjtőbe, és nem mellé helyezze el. Mindenki éljen a most már harmadik alkalommal is a megtörtént komposztáló ládák kiosztásával, és lehetőleg a keletkező kertekben keletkező szerves anyagokat, illetve a háztartásban keletkező szerves anyagokat komposztálja, és visszaforgassa vissza a természetbe az így nyert hasznos anyagot. A felesleges áramlott elektromos berendezéseket ne dobják ki, ne rakják ki, városgondnokság telephelyén bontatlan állapotba átvesszük, és megfelelő időben azt a szerződött, illetve kapcsolatot, akivel kapcsolatot tartunk, szállító átveszi és elszállítatjuk. Mindezzel szeretnénk megelőzni azt, hogy amikor lomtalanítás lesz jövőre, azok az ártatlan állapotok ismételten föllépjenek, amit a lomizók szoktak előidézni. A ivóvízellátással kapcsolatosan csak annyit mondanék, hogy a városnak a ivóvízellátása megoldott, vízminőség tekintetében megfelelő, ezt az elvégzett vizsgálati eredmények is bizonyítják. A szennyvízkezelésről szintén megoldott a csatornával, csatornázottsággal. A idei évtől egyre többen, akinél még nem volt csatorna, a díjak miatt igyekeznek rákötni. Ami terhet jelent majd az önkormányzat számára, múltból örökölt dolog, a szennyvíz a rákötési lehetőséget az érintett ingatlanoknak a közterületen való megközelítését biztosítani kell. Tehát ez a jelen ismereteink szerint három ingatlan esetében a beruházási kiadást fog magával hozni a jövő évben. A 8-as számú főút építése kapcsán a szennyvíztisztító telep megközelíthetősége meg fog változni. Ez a benzinkút felől fog majd megtörténni, erre a pénz az önkormányzatnak megvan, a kisajátítás során megkaptuk. Most már csak az ütemezést lenne jó tudni, hogy mikor kell nekiállni, vagy mikorra kell megcsinálni, hogy a 8-as megkezdett építkezéssel a szennyvíztelep megközelíthetőségét ne zavarja. Csapadékvizelvezetéssel sajnálatos módon ismétlen azt tudom mondani, hogy gond van. A kedvező időjárás esetén nem okoz problémát. A hirtelen zúduló nagy mennyiség csapadék elvezetésére a jelenleg még meglévő csapadékvizelvezető rendszerek nem megfelelők. Lakosok az árkokat betemették, a kiépített zártrendszerű csapadék elvezető csatornáknak a keresztmetszete szintén nem elegendő. A árkokat ki kell tisztítani, ahol pedig az átrendszerben gondok vannak, azt pedig újjá kell építeni. Ehhez pályázati forrásokat kell találni, tehát mihelyt lesz erre pályázati kiírás, egyből lépni kell. A szükséges erő a konszolidáció és az önkormányzatnak a gazdálkodása folytán rendelkezésre áll, tehát igazából pályázat kell ahhoz, hogy ezeket a lépéseket meg tudjuk tenni. Zöld területgazdálkodás, elrendés környéke kellemes, kedvező megjelenésű zöld területek tekintetében, családi házas övezetén belül területek maga zöld területi részarányal bírnak, társasházas beépítés esetén is tágas a zöld terület. Itt is elmondható, hogy a lakosok nagy többsége, szinte az egésze a környezetét rendbe tartja, a füvet levágja, tehát a közvetlen környezetével ezzel nagy terhet vesz le az önkormányzat számára, de egyébként kötelezettség is az ingatlan előtti közterületnek a rendben tartása. Ugye egy szó, jól mondom. Megkönnyíti a munkát, hogy az év első negyedében egy új MTZ traktort vásároltunk. A tavaly vásárolt fűnyírógép, amit kicsit csodálkozva tekintettek ránk, hogy évvégén vásároltunk még 2012-ben fűnyíró traktort, az pedig lehetővé teszi, hogy nagyobb felületeket, de nagy gépen meg nem közelíthető nagy felületeken, és eredményesen tudjuk a faszállást megoldani. Hát a helyi közlekedés szervezésről túl sok minden szintén nem lehet mondani. Egy biztos, hogy a várost érintően a volán helyközi járatai esetében takarékossági törekvések negatív hatásai érződnek, azt megteszik a szolgáltatók minden esetben,
hogy úgy próbálják összehangolni a járat csökkentést, mert arról van szó, hogy a lényeges kárt ne szenvedjen az utazó közönség, tehát viszonylag a megközelíthető ugyanaz a hely ugyanabban az időpontban. A LEADER programban pályáztunk a buszpályaudvar felújítására, korszerűsítésére, illetve három darab első beálló létesítésére. Szintén a LEADER programban térfigyelő kamerákra is pályáztunk, elsősorban a kitemelőkre, illetve frekventált helyekre. A szeptember 3-án volt a helyszíni szemle, ezzel kapcsolatban ezt a pályázatot elbírálták. A héten történt meg a végleges döntés. 10 millió forint pályázati pénzhez fog jutni az önkormányzat, tehát a döntés akkor most végleges. Az értesítést még nem kaptuk meg, de a pénz meg lesz rá. A pályázaton elnyert pénznek a felhasználása az természetesen most időjárás függő, hiszen eléggé későn került rá sor, hogy hozzájuthatunk ehhez a pénzhez. Amennyiben a lehetőség van rá, térfigyelő kamera rendszert, amennyiben az időjárás engedi, az azért kevésbé időjárás függő, azt szeretnénk mielőbb megvalósítani. Hát a buszmegállónak az átépítése nagyon időjárás függő, azt mindenképpen úgy látom, hogy tavaszra fog húzódni. Mind a két esetben a megért ajánlatok, a térfigyelő rendszerre, a kamerarendszerre bekért ajánlatokat is meg kell újítanunk, hiszen az ajánlati kötöttség 30 napig állt fönn, tehát meg kell keresnünk az ajánlatot tevőket, és meg kell erősíteni az ajánlatot, hogy tudjunk lépni. Hát az utakkal kapcsolatban szintén a közlekedés szervezéshez tartozik. Hát eléggé katasztrofális állapotokról tudok beszámolni, de azt hiszem, ezt mindannyian érzékeljük. A közút kezelésében, vagy a Magyar Állam kezelésében tulajdonában lévő utak a Kossuth utca és a Vasút utca szinte tragikus állapotban van, annyira nyomvájus, hogy ha valaki letér az éppen kitaposult útról, akkor eléggé veszélyesen tud közlekedni. Egyetlen egy eset van, és ezt most egy picit, hogy a vizet elvezeti hosszába is, nem folyik le róla. Ez bizonyos esetekben jót tesz, amikor nagy árvíz volt, akkor nem öntött el a házakat, de egyébként katasztrofális az út. A Lasztovica elnök úrnak, mint úgyhogy miniszteri biztos úrnak levelet írtunk, fölhívtuk a figyelmét, illetve részletesen leírtuk mind a két a úttal kapcsolatos problémánkat, és azt a problémánkat is leírtuk, hogy az önkormányzati utaknak a fejlesztésére is a sort kell, hogy kerítsünk, hiszen azok is alap nélkül, főleg a régi utak alap nélkül készültek, repedezettek, télhálósodottak, nagyon rossz állapotban vannak, tehát tulajdonképpen helyen úthálózatát összességében nagyon rossznak lehet minősíteni. Ebben mindenképpen központi segítséget várunk. A vasútállomásról kapcsolatosan testületi ülésen is elhangzott, és több alkalommal megkeresték az önkormányzatot, hogy nem méltó Helendhez a helendi vasútállomás. Írtunk a MÁV vezérigazgatóasszonyának, levélben válaszolt, együttműködési megállapodás keretében, amennyiben az önkormányzat végez bizonyos tevékenységeket, ugye a MÁV hozzájárul anyagilag a tevékenység elvégzéséhez. Ezt majd egyeztetni kell, nem épületfelújításról van azért szó, hanem a rendbetételről. Itt majd a Veszprém igazgatósága, Celdömölki igazgatósága egyeztetni kell, hogy most miről is tudunk igazából egyeztetni. Ez mindenképpen a önkormányzatra áruló feladat, de a pénzügyi fedezetét úgy néz ki, ha már biztosítaná. Energiagazdálkodásra kapcsolatosan csak annyit lehet mondani, hogy a levegő minősége Helennek általában jó volt, sajnos a szilárd tüzelésre való egyre nagyobb fokú áttérés már érezteti hatását a levegőben, amire kérem szintén a lakosságot, olyan anyagokat ne tüzeljenek el a tüzelő berendezésekben, amik káros anyagot, erős füstképződéssel történő égést
tesz lehetővé, illetve biztosít. Legalább ne károsítsuk a környezetet, elég az, ami füst az szilárd üzemanyagokból kikerül. A 8-as fejlesztéssel kapcsolatosan, miután mindenki emlékszik rá, úgy gondolom, a feltétele volt a képviselőtestületnek, amikor aláírtuk a megállapodást, annak ideje, hogy támogatjuk a 8-as fejlesztést a jelenlegi helyén, a zajvédő fal megépítése, a zajterhelést majd remélhetőleg a mostani állapothoz képest is csökkenti. Én kérem, aki érdeklődik a környezeti állapottól kapcsolatosan, olvass el az előterjesztéseket, a honlapon fönnlévő a részletes anyagot, és amennyiben megjegyezni való van, és ezt most a lakosságtól kérem, a jövő szerdán, 4-én megtartott közmeghallgatáson tegyék föl kérdéseiket, észrevételeiket, a segítő szándékot pedig nagyon szépen köszönjük. Megkérdezem, van-e valakinek kérdésem? Nincsen. Tessék, Laci. Én csak két olyan részét a lakossági környezet állapotával szeretnék kiemelni, vagy megerősíteni, amiket polgármester is említett. Egyik a települési környezet tisztaságával és a zöld terület gazdálkodással kapcsolatban. Előzetesen a utakmenti szemetelés. Polgármester említette, hogy összességében nem rossz a helyzet, de azért még nagyobb fegyelmet, nagyobb odafigyelést igényel. Engem néhány nappal ezelőtt felháborított, hogy itt a bekötőútnak a bánt felüli részén, az út szélén egy 4-5 napja szemetet láttam megborítva. Hát ezt nem csak kiemelni, és ami talán a térfigyelő kameráknak a minél gyorsabb felkihelyezését is indokoltá teszi. A másik pedig a zöld terület gazdálkodással kapcsolatban a anyagban is benne volt. Polgármester úr is említette, hogy a fák állapotának, esetleges pótlásának vagy a kivágásának a szükségessége és a folyamat az folyamatban van. Azt a részét, ami nem csak a előlegedett fáknak a pótlását, hanem új fák telepítését is jelenteni közterületen, utak mellett, gyümölcsfák, csak egyszer oxigént adó fákat egyaránt, ami nagyon szorgalmaznám, és ez erre biztos, hogy a lakosság is mozgósítható lenne. Volt egy évvel ezelőtt egy lakossági fórum környezettel és bio gazdálkodással kapcsolatban, ahol szinte spontán legalább 20-an egy ilyen felvetés mindannyian támogattunk, néhány képviselőtársam is ott volt, polgármester is ott volt. Én ezt kérném, hogy ennek adjunk hangsúlyt, vagy adjunk nyomatékot, hogy ezzel tényleg foglalkozunk, hogy az utak szélén biófát, almafát, szóval mindenféle olyat, ami a köznek vagy a rászorulóknak egy kis segítséget jelenthet, és ami a környezetet is szebbé teszi, ezeket ne hagyjuk feledésbe merülni, hanem jó példát mutatva, megszervezve, Jászki képviselő többször említette, hogy ebbe tud segíteni, hogy ilyen facsemetéket tud szerezni jutányosan ingyen. Szervezzük meg, és ezzel foglalkozunk, mert ez nagyon hasznára válik a környezetnek. Köszönöm csak ennyit. Jó, köszönöm szépen. Tessék, Laci. Én szerettem volna, tehát azért nincs minden rendben a település határában szemetelés szempontjából, mert sajnos az építési törmelékek, meg egyéb szemét az ott van a bokrok mögött, tehát bármelyik úton hagyjuk el herendet, ami a határba vezet, mindenütt ott vannak ezek a szemetelők. Hát most már a Hajagi út mellett nagy hűtőszekrény nincsen, csak tévé, tehát fönn a Hajag tetőn csak tévével lehet találkozni, hogy nem is érte a lelki világát, aki egy tévét fölvisz a Hajag legtetejére. Hát oda kéne figyelni, és valahogy el kell érni azt, hogy szankcionálni azokat az embereket. Tehát én láttam már nem herendi embert szemetelni herenden, vagy a hulladék tárolóhoz, a szelektív hulladék tárolóhoz bekészített oda egy fél után utolnyi elektronikus, meg ilyen olyan hulladékot, tehát aztán lelépett onnan gyorsan. Tehát figyelni kell, csak nem állítom, hogy herendi emberek, de a szemét ott van a határban. Tehát ott az állati hulláknak a tere környékén néztük polgármester úrra valamelyik nap. A másik dolog, hogy szerveztünk hulladékgyűjtést annak idején, kaptunk központilag zsákokat hozzá, amivel szedni tudtuk a hulladékot. És valahogy röhelyes, de
térvényezni kell, hogy lyukas zsákot adjanak, mert kiborogatták belőle a hulladékot és ellopták a zsákokat. Mielőtt el tudtuk volna onnan szállítani a területről. Tehát azért nem érti az ember sokszor, hogy de valamit tenni kellene, és kemény szankcionálás kellene arra vonatkozóan, hogyha valakit szemetelésen kapunk rajta a település közigazgatási területén. Igaz, én nem is akartam optimista kép, vagy túlzottan pozitív képet festeni, hanem azt mondom, hogy a valóságot mondtam el. Szóval el kell járni azokkal szemben, akik nem tartják be a közösségi együttélésnek a szabályait. Többek között ez a szemetelés is oda tartozik. Ahhoz, hogy el lehessen járni, az kell, hogy el kell kapni, aki így viselkedik. Tehát, hogyha valaki ilyet tapasztal, akkor jerezze, mert akkor lehet igazából eljárni. Talán emlékszünk rá mindannyian, amikor megvolt a videófelvétel, hogy vitte a szemetet egy kocsi, de igazából nem volt bizonyító erejű az, hogy lepakolta, mert éppen nem kapták rajta, hogy hova pakolta le. Szóval akkor, amikor történik valamilyen cselekmény, akkor lehet igazából eljárni. A másik dolog, amit a Szesztai Laci felvetett, tényleg ez a fásítás, ez nagyon jó ötlet volt, és annyit azért el kell mondani, hogy van és történt is fásítás a iskolának a területén. Most meg nem mondom, de 40-50 darab a hársfa került elültetésre, meg a fölfele menő, a iskolához fölfele vezető út mellett is ki vannak ásva a gördök, ezt a gondnokság dolgozói végezték a fát, a szülők adták. Szép lesz, a fáknak meg kell nőni, vigyázni kell rá addig, amíg megnőnek, meg utána is vigyázni kell rá. És természetesen majd arra kell nagyon figyelnünk, amikor elkövetkezik az az idő a 8-as építése kapcsán, amikor a most élő és szép fák, részben relegedett, de vannak köztük szép fák is, majd a kivágásra kerülnek, hogy a fák pótlását majd úgy követeljük meg, és a lehető legtöbbet hozzuk ki majd a 8-as fejlesztése kapcsán a zöld terület fejlesztésből. Kötelezi őket, meg vannak rá a tervek, és azt szerint kell eljárni, de mi is tehetünk. Amit mondtam, és a fákkal kapcsolatosan, ami nagyon fájó, a játszótér mellett, a spár mellett, illetve a tó mellett, azok a fűszfák, azok tényleg életveszélyesek. Valamit csinálni kell velük, olyan mértékben vágjuk el az ágokat, hogy ne legyen nagyon ronda, de előbb-utóbb rákerül a sor, hogy valamit csinálni kell vele, nem mondom, hogy jövőre, de föl kell rá készülni, és az a fölkészülés azt jelentse, hogy előtte már fát kell ültetni, hogy amikor a nagyot ki kell vágni, akkor már legyen ott az utód. És még egyet szeretnék mondani, hogy a Laci mondtad, hogy a Bándi bekötő útnál szemét van. Volt a közlekedés szervezésnél, elfelejtettem említeni. Kint voltak a közútkezelőtől, a közlekedés szervezési szempontból fölmérni Herennek a helyzetét, és hát nem is tudom már milyen régóta fönnálló állapot van, hogy a Heren tábla tulajdonképpen nem ott van, ahol lenni kellene, hogyha Bánd felől jövünk. Egészen bent van a településen, tehát hogyha ha idege jön Herendre és bekanyarodik az Ág utcába, akkor nem tudja, hogy hol jár. Ezt a táblát kifele kell tenni Bánd fele, akkor viszont vigyázzon minden közlekedő, mert akkor később következik be vagy előbb bekövetkezik az 50-es sebesség korlátozás, mint ahogy jelenleg van. Hát de nem tudod, hogy Herendre jöttél be, és a másik dolog pedig a 8-asnál bosszantó, szóval a Bándi bekötő út nincsen jelezve. A olasz vendégről az jelezve van, de az, hogy Herendre be lehet kanyarodni ott azon a Bándi bekötő útnál nem. És nem tudtak róla, nem volt tudomásuk róla, jeleztem, remélem, hogy pótolják majd a táblát. Köszönöm szépen. Akkor a tájékoztatóról kellene döntenünk, elfogadja a képviselőtestet. Tessék, edző. Röviden a Jánoszki képviselő úrnak szintén válaszolnék. Itt ugye egy darabig volt egy önkormányzati rendelet. Az önkormányzati rendeletben meghatározták azt, hogy mi minősülhet szabálysértésnek, és hogyha valaki ezt megszegte, akkor bírságolható volt. Utána, és akkor így minősülhet egy szabálysértésnek, hogyha valaki például szelektív gyűjtőedényben olyan
szemetet helyezett el, ami nem minősült szelektívnek, akkor szabálysértésnek minősült, hogyha valaki nem tette eleget a hóeltakarításnak a járdán, szabálysértésnek minősült, hogyha a sikosságmentesítésről nem gondoskodott, tehát elég sok minden volt, ami szabály, meg ugyanez vonatkozik a Heren névre, tehát aki jogosulatlanul használta, helyi önkormányzati rendelet alapján szabálysértés volt. Utána következett az a szakasz, amikor meghatározták azt, hogy helyi önkormányzat rendeletben szabálysértési tényállást nem állapíthat meg. Akkor ugye volt az a lehetőség, hogy az önkormányzat meghatározta, hogy mi minősül kirívóan közösségellenes magatartásnak, és akkor ott elvileg lehetőség lett volna bírságolni. Ez 2-3 hónapig élt ez a rendeletünk, amikor az Alkotmánybíróság kilőtte azt a rendeletet, azt a törvényi felhatalmazó rendelkezést, ami alapján az önkormányzatok ilyen rendeletet alkothattak. És akkor most van a legújabb variáció, hogy valamit mégiscsak kellett tenni, úgyhogy módosult ugye az önkormányzati törvény, és az önkormányzati törvény lehetőséget biztosított arra, hogy az alapvető közösségi együttélési szabályokat sértő magatartásokat az önkormányzat meghatározza, és akkor ezt maximálisan 150 ezer forintig terjedő bírsággal lehessen sújtani. Úgyhogy most van előkészítés alatt ez a rendelet tervezett, és ez most a legközelebbi decemberi rendes testületi ülésre bekerülne, és akkor elfogadná a képviselőtestület. Ebbe a helyi lakosság igényeknek megfelelően olyan tételek is bekerülnek, hogy üzemképtelen gépjárműnek a tárolása, hogyha közterületen van, ami az utóbbi időben problémát okozott, több ilyen ügy is volt. Tehát ezeket is belevesszük, úgyhogy lehet időbe ki fogjuk küldeni ezt az anyagot, és akkor van lehetőség arra is, hogy a szövegalkotásban, hogy mi minősüljön végül is bírságolható magatartásnak, abba is a képviselőtestület tagjai tevékenyen be tudnak lépni. Köszönöm szépen! Annyit jött település nevében, Augustin Endre barátommal megajándékoztuk a Porcelán Manufaktúra szakmunkás képző értékes rögzöld növényekkel, és el is telepítettük a szakmunkás képző előtt, tehát telepítettünk fát akkor. Igen. Nagyon üdvözlendőnek tartom, és már előre javaslom magunknak, hogy a Jelenszki képviselő is felvetett a legnagyobb szigorra a járműfelésre szankcionálásnak, minden esetben, amikor lehetőség van rá, hajtsuk végre, mert másképpen lesz javuló tendencia. Ebben még az érdekes és jó, hogy helyszínbírságolási jogosítványt lehet köztisztviselőnek biztosítani, tehát egyszerűbbé is lehet tenni az eljárást, hogyha arról van szó konkrét esetben. Helyes. És akkor én csak annyit tennék hozzá, hogy szeretném azt, hogy olyan világ lenne, hogy minden állampolgár egyforma elbírálás alá esik a szemetelés területén. Igen. És ezt nem kívánom tovább részletezni, aztán mindenki tudja, miről van szó. Akkor, hogyha nincsen több kérdés, akkor a tájékoztató kérem, hogy szíveskedjen át, vagy aki el tudja fogadni, jelezze. Köszönöm. Megállapodni a képviselőtestület, hogy igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta. Következő napi rendi pontunk ingatlan adásvételi ügy. Tisztelt képviselőtestület, 2013. június 28-i ülésünk döntöttünk arról, hogy egy megtörtént eseményt, mert régen megtörtént eseményt terekkönyvileg is rendezzünk, tehát a bejegyzésre kerüljön egy vételár megvett ingatlannak a vétel befizetése került, csak ezt telekönyvileg rendezni kellett. Ingatlan nyilvántartási eljárás során a földhivatal képviselője kérte, hogy az adásvételi szerződésben és a határozatban az ingatlan nyilvántartási állapotnak megfelelően 2.16-ot tulajdoni hányat szerepeljen az 1.8-at helyett, amellett a képviselő testület adjon kifejezett felhatalmazást a polgármesternek az adásvételi szerződés aláírására. Hát számomra érthetetlen, mivel az 1.8-od a 2.16-odnak megfelel, illetve Magyarország önkormányzatokról szóló törvény lehetőséget ad, illetve egyértelműen rögzíti, hogy az önkormányzatot a polgármester képviseli, de nem kívánok vitatkozni ezzel a dologgal, és az ügy milyen rövid az állása érdekében javaslom a tisztelt képviselőtestületnek, hogy a kérésnek tegyünk eleget, és a
eredeti határozatot a módosítsa. És egyben illetve hozzon új határozatot, ennek megfelelően a régi határozatot pedig helyezzük hatályon kívül. Ezt az előterjesztést tartalmazza. Tehát technikai jellegű, és érthetetlen, hogy ilyennel kell foglalkozni, de kérem a tisztelt képviselőtestet, hogy fogadja el az előterjesztés szerinti határozatot. Köszönöm. Megállapítani a képviselőtestület. Ott igen szavazattal, ellen szavazat nélkül a határozatot elfogadta. Vegyes ügyek keretében a önkormányzati tulajdonban lévő épület hasznosításáról szeretném a képviselőtestületét tájékoztatni, és kérem a hozzájárulást a hasznosítás lehetőségére. Tisztelt képviselőtestület! A kormány célul tűzte ki, hogy 2013. november 1 és 2014. április 30 közötti időszakban 200 ezer fő folyamatos hegyidei fok összfoglalkoztatását kell biztosítani. A téli időszakban szabadban végezhető tevékenységek száma jelentős mértékben csökken, így a magas foglalkoztatotti létszám megtartása, valamint az álláskeresők tartós jövedelemhez juttatása csak a képzési komponens erősítésével lehetséges. Az Európai Unió a képzésre azért biztosít támogatott forrást, hogy erősödjenek a közfoglalkoztatási programok aktiválási elemei, és az abban résztvevők az elsődleges munkaerőpiacon nagyobb eséllyel indulhassanak. Képzési program lebonyolítását a Tűr István Képző és Kutatóintézet végzi. A program gyakorlati megvalósítására a kormány döntést hozott arról, hogy 2013. november 1 napjától 100 ezer fő folyamatos közfoglalkoztatását kell biztosítani 2011. április 30-ig, további 100 ezer fő képzésbe vonását kell megoldani 2013. december 1 napjától 2014. március 30 napjáig. Ez a program rendés vonzás körzetében 24 főt érint. Információink szerint a képzés december 2-ától, hétfőtől péntekig, naponta 6 tanórában történik. Március 24-éig összesen 438 képzési órát jelent ez a továbbképzés. A képzés helyszíne Herend Kossuth utca 45 per A alatti régi iskola épületének egyik tanterme. Az itt található, felújított és berendezett tanterem a célnak megfelel, teljesen rendbe hoztuk, berendeztük, és ezzel a téli időszakra megoldódik egyúttal az épületnek a hasznosítása is megoldódhat. Bérbeadásról a Tűr István Képző és Kutató Intézettel előzetes tárgyalásokat folytattunk. Ez szerint az épület használatáért bérleti díjat fizetnek, külön rezsiköltséget nem. Magyarul a bérleti díj tartalmazza a rezsiköltséget. Arról, hogy mennyi bérleti díjat tudnak fizetni, a jelenleg konkrét, teljesen a végleges információnk nincs. Továbbá az önkormányzatnak kell gondoskodni a tanuló padokról, tábláról, takarításról, biztonsági szolgálatról. Hát ezek rendben lesznek, hát rendben van az épület. Fentieket figyelembe véve javaslom, hogy a Herend Kossuth utca 45 per A szám alatti ingatlan tantermét hagyjuk bérre a fenti célra 2013. december 2-ától 2014. március 30-ig. Javaslom, hogy a képviselőtestet hatalmazzon fel a bérleti díjjal kapcsolatos tárgyalásokra és a bérleti szerződés aláírására. Azért kérem ezt, mert az érintett ingatlan hasznosításáról a képviselőtestület jogosult dönteni, tehát én önmagában nem tehetem meg, de a képzés az, mint ahogy elmondtam, biztos, hogy itt a rendi iskolában fog megtörténni. Van valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincsen, a kiosztásra került az ülés megelőzően ezen a szüren, úgy kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Köszönöm. Megállapítani a képviselőtestet 6 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül a határozatot elfogadtam. A következő napi rendi pontunk az átülésre tartozik, azt megelőzően szeretném felhívni minden rendi lakos figyelmét, hogy az adventi készülődés megkezdődött, illetve a kultúr mellett jelentősen, illetve az eddigi
most azt mondom, hogy eddigi gyakorlatnak, ami egy éves gyakorlat, ismét felállításra kerül a betlehemi a jászol, és ott fogunk a díszítéseket végezni. A Lányok Asszonyok Klubja már készíti a díszeket. Kérek mindenkit, aki tud, segítsen, és aki magáénak érzi, az vigyázzon rá, mi segítsen arra, hogy vigyázzunk rá, mert tovább sajnos rongálás történt, ami aztán utána megszűnt. Még egyre szeretném fölhívni a lakosság figyelmét, közeleg a tél, amennyiben a havazás bekövetkezik, mindenki gondoskodjon az ingatlan előtt a sikosságmentesítésről, ezzel is védjük egymást, saját magunkat. Megkérdezem a tisztelt képviselőtestület tagjait, van-e valakinek közérdekű bejelenteni valója? Amennyiben nincsen, úgy köszönöm szépen, a ülést bezárom, és a továbbiakban zárt ülésen folytatjuk a munkát. Viszontlátásra!